videóban a dugóhúzóról fogunk beszélgetni, méghozzá arról, hogy mi a tökéletes dugóhúzó titka. Vágjunk is bele! Ahhoz, hogy a dugóhúzót biztonságosan meg tudjátok tanulni, érdemes a következő lépésekkel előkészíteni és fölkészülni rá. Érdemes gyakorolni olyan forgásokat, ahol lábakasztást nem használunk, csak karból tartjuk a forgást, ilyen például a szék. Érdemes inverzes forgásokat gyakorolni, ilyen például a körhinta. Ezután gyakorolhattok egykezes forgásokat, először olyanokat, ahol használunk lábakasztást, például az egykezes tűzoltó. Utána pedig megpróbálhatok gyakorolni olyan egykezes forgásokat, ahol már nincsen lábakasztásunk, például az egykezes szék. Ha az ilyen típusú forgások már magabiztosan megvannak, akkor belevághattok a dugóhúzóba is. A tökéletes dugóhúzó titka a lendületvételben rejlik majd. Mindenekelőtt megpróbálom nektek demonstrálni, hogy mi történik akkor, amikor valaki nem megfelelően indítja a dugóhúzót és nem megfelelően vesz lendületet. Ahhoz, hogy demonstráljam ezt a mozdulatot, egy pillanatra le is kellett vennem a mikrofont a hátamról, mert itt tulajdonképpen az történik, hogy a lendítés az csak és kizárólag előrefele halad, nincsen a lendítésnek íve, ami elindítaná a forgást szépen körbe, és ahogy előre lendítetek, onnan egyenesen visszacsapódtok, és nekicsapódtok a hátatokkal a rúdnak. És mindennek az a következménye, hogy a forgásban nem lesz lendület. A másik gyakori hiba a lendületvételnél az szokott lenni, hogyha nagyon-nagyon szűk a testtávolságotok, tehát a közben nagyon-nagyon közel vagytok a rúdhoz. Most pedig, hogy tudjátok, hogy mik a gyakori hibák, beszélgessünk arról, hogy milyen egy egészséges dugóhúzó. Itt sem kell nagyon nagy testtávolságot tartani, de legalább egy felkarnyi távolság maradjon köztetek és a rúd között. Hogyha három lépésből indítjuk a forgást, akkor belső lábbal kezdünk, lépünk, hogy belső, külső, belső, és ide, ahogy megérkeztünk, a külső lábunkat fogjuk majd lendíteni, viszont nem csak előrefele lendítünk, hanem egy picikét keresztbe, a rúd elé. Ez a keresztbe lendítés lesz majd az, ami szép nagy lendülettel el fog minket indítani, körbe a rúd körül. Itt a lendítés közben egy pillanatra csak egy kézzel tartjuk a forgást, elindítjuk a lábakat, a medencét és a törzsünket ide egészen a rúd elé, és itt fogjuk elkapni a rudat a másik kézzel egy úgynevezett hátsó inverz fogásban, ami azt fogja jelenteni, hogy a mutató ujjunk oda lefelé mutat. Amikor ide megérkeztünk, akkor nagyjából a lapockák vonalában a hátunk mögött lesz a rúd. Amikor ide megérkeztetek a rúdnak háttal, a két lábat nyújtott térdel összezárjuk, ezt egy pillanatra megtartjuk, és onnan vissza fogunk fordulni tulajdonképpen egy székforgásba, és azon keresztül fogunk visszajönni a talajra. Ami a visszaforduláshoz még fontos, hogy itt a dugóhúzóban ne várjátok meg azt, hogy teljesen elfogjon a lendület, mert kell nekünk még egy picike lendület ahhoz, hogy vissza tudjunk fordulni székbe. Tehát ne várjátok meg azt, hogy nagyon-nagyon lelassuljon a forgás. A székbe visszafordulás lehetőség szerint gyors legyen és dinamikus, tehát ne úgy nézzen ki a forgás, hogy innen megvárjátok, hogy teljesen lelassul, és megpróbáltok belőle nagyon lassan visszafordulni, mert valószínűleg nem fogtok sikerrel járni. Tehát indítjuk a sétát belső lábbal, keresztbe lendítünk, zárjuk a két lábat, és fordulunk vissza széken keresztül. Dugóhúzóban a két lábat nyújtott térdel összezárjuk, de ezen kívül még jó pár lábvariációt tudtok csinálni. Amiről most részletesen fogunk beszélni, az a terpesznyitás. A terpesznyitásunk akkor lesz igazán látványos, hogyha a két láb egy ilyen jó nagy 8-as ívet követ forgás közben. Mindenek előtt itt is az lesz a fontos, hogy a kezdetek kezdetén a lendítésünk picikét keresztbe induljon el, onnan nyitjuk középre a terpeszt,
és a végén még egy picikét megtekerjük a másik irányba, mielőtt visszafordulunk belőle. Ahhoz, hogy jobban megértsétek, hogy mit csinálnak a lábak, megpróbálhatjátok imitálni a mozdulatot lent a talajon. Csücsenjetek le a talajra a rúd mellé és egy nagyon picikét elé, és hogyha jobb kézre dolgoztok, akkor forduljatok úgy, hogy a jobb feneketeken ültök, és a bal lábunk jön ide keresztbe, fölülre. Ugye itt vagyunk a keresztbe lendítésnek a pillanatában. És innen nyitjuk a lábakat középre, nyitjuk a terpeszt, és onnan áttekerjük még a két lábat a másik irányba úgy, hogy a jobb lábunk kerül ide keresztbe, fölülre. És innen fogunk visszafordulni, székbe előre, amikor befejezzük a forgást. Amikor indítjuk a terpeszes dugóhúzót, itt is a kilendülés pillanatában egy kézzel tartjuk magunkat, nagyjából akkor fogjuk elkapni a rudat a hátunk mögött, amikor kinyitottuk a terpeszt, és onnan a befejezésnél már két kézzel fogjuk a rudat, és ahogy fordulunk vissza, itt is át fogunk mellkas elé, itt is egy székforgáson keresztül fogunk visszajönni a talajra. Még ami a terpesznyitásnál fontos lehet, hogy ne csak a lábat próbáljátok húzni magatokra, hanem egy picikét a feneket is próbáljátok emelni, mert annál látványosabb lesz majd a forgás. Tehát indulunk belsővel, lendít a külső, nyit a terpesz, és egy széken keresztül visszajövünk a talajra. És ha az egyik kézre sikerült a dugóhúzó, ne felejtsétek el megpróbálni a másik oldalra is. A dugóhúzó egy nagyon jól kombinálható forgás, most végezetül mutatok nektek néhány opciót, amit ki tudtok próbálni. Videót, remélem, hogy tetszett és hasznosnak találtátok. Hogyha így volt, akkor nyomjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra még több hasonló videóért. Jó gyakorlást nektek a dugóhúzóhoz, sziasztok!